Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a stúdióban Bence Ilonát, a Moksa Cseh feltalálóját és megalkotóját. A mai adásunkban a Moksa társasjátékról szeretnénk beszélgetni, és szeretném kérdezni Ilonát, hogy mi ez a Moksa társasjáték, beszéljem róla bővebben. Én is köszöntöm a nézőket, nagyon örülök, hogy újból néznek bennünket. A Moksa társasjáték 7 évvel ezelőtt jött létre. Prek Katalin, egy matematika-fizika szakos tanárnő, illetve a 4 unokája alkotta meg a játékot. Abban az időben Magyarországon kezdett elterjedni a Robert T. Kiyosakinak a Cash Flow négyszög című társasjátéka, és a Robert T. Kiyosaki egy nagyon-nagyon sikeres üzletember Hawaiion, és ő az embereket gazdálkodni szerette volna megtanítani, hogy pénzügyileg legyenek a toppon, és hogy tudjanak jó gazdálkodni, és hogy ne legyen a földön szegény ember, mert hát a szegénység is különben egy betegség. És én elmentem egy ilyen cash flow társasjátékra, és nagyon lenyűgözött engem, hogy nagyon eminens, prominens személyiségek visszamentek gyerekbe, de tényleg volt ott polgármestertől elkezdve politikus, tanár, nagyvállalkozó, mindenféle személyek meg voltak hívva erre a játékra, és ahogy elkezdődött a játék, pár perc után mindenki gyerekké vált, és azokat a merev dolgokat, amiket az évtizedek alatt az emberek magukra gyűjtenek, mire 50-60 évesek, egy játékban sokkal könnyebb levetkőzni, mint mondjuk egy, akár még egy terápiás beszélgetés által is nehéz egy per egyben lazának lenni, vagy elmondani a legbensőbb fájdalmainkat, nehézségeinket, kudarcainkat, és mivel én ezt magamon megtapasztaltam ott a cash flow négyszög társasjáték alkalmával, hogy a játék az mindenkire egyformán hat. Tehát mindegy, hogy ha egyszer eljutunk odáig, hogy rászánjuk magunkat, hogy igenis valami nagyon nagy bajom van az életemben, vagy az egészségemet évek óta nem tudom már rendbe rakni, vagy iszonyatos rossz viszonyban vagyok saját magammal, mindig bűntudatom van, önbizalom hiányom van, valamilyen problémát már nem tudok megoldani nagyon régóta, vagy pedig a harmadik fő területen vagyok elakadva. És így jött az ötlet, hogy sokkal könnyebb az embereknek valamit játékosan átadni, megtanítani, vagy ha van egy nagyon nehéz élethelyzetbeli elakadás, gond, probléma, de sehogyan se lát rá valaki, akkor, ha játszunk, és ráadásul, ha többen vagyunk együtt, tehát nem egy per egyben, hanem a többieknek is a segítő odafordulása, a segítő hozzáállása, ha ott van. Vagy lehet, hogy már mondjuk, ha a Moksa társasjátékot nézzük, lehet, hogy ő már meg is oldotta az évek alatt azt az egészségügyi problémáját, vagy lehet, hogy megoldotta azt a kapcsolati problémáját, vagy lehet, hogy megoldotta sikeresen azt az anyagi problémáját. És akkor egy játék alatt az embereknek van lehetősége találkozni, összeismerkedni, beszélgetni, játszani, és így nagyon-nagyon sok olyan évtizedekig fönnálló probléma is megváltozhat, vagy más rálátást kap a személy, amit játék nélkül egyszerűen nagyon nehéz elérni. El lehet játék nélkül is, de sokkal több idő kell hozzá. És akkor erről sokat beszéltem a Moksa közösségben, hogy írjunk meséket, akinek van hozzá tehetsége. Nagyon sok Moksa mese is született, mert az emberek nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltak, és így a 2-3 olyan személy, akinek nagyon jó vénája volt az íráshoz,
megírták a megtörtént eseteket mese formájában, és a gyerekek is, meg a felnőttek is ezt így nagyon jól vették. És ugyanígy született a Moksa társasjáték, és a Prek Katalin leült és átgondolta, hogy mivel matematika tanárnő rendszerekben gondolkodik, az addigi tapasztalatai alapján, mert most fejből már meg nem mondom, de olyan 2015 körül készült el az első változat, és az még egy kicsit kezdetlegesebb volt, és elkezdtek játszani vele az emberek, elkezdett működni a küldetés, mert ezzel a játékkal meg tudtuk azt csinálni, hogy ne egy olyan száraz, többszintes értékesítés legyen, amit már mindenki leszól, meg nem szeretik, de a Moksa küldetést csak nagyszámú ember, nagyszámú közösség, és sok kicsi sejt is lehet sokfele, mondjuk akár az egész Földön, de most jelen pillanatban leginkább a Kárpát-medencére fókuszálunk, mert mivel ide születtünk, hát itt magunkat kell rendbe tenni, meg magunkat kell összefogva megemelni, és 7 ember tudja játszani. Nagyon jó, ha van egy Moksa társasjáték vezető. A társasjáték vezetőnek eleve egy magas szinten, magas tudatossági szinten álló, tehát jó energia szinten álló, tudatos embernek kell lenni, és egy olyan embernek, aki szeretné magát rendbe tenni, de szeretne másokon is egy kicsit valamit a saját maga tudásával emelni. És nagyon egyszerű, mint egy gazdák, hogy okosan egy olyan játékot kell elképzelni. Van bemutatkozó mező, van olyan bemutatkozó mező, amit tévéfelvétel is van benne. És hogyha valaki jól el tudja mondani azon, ha arra a mezőre lép az ő maga problémáját, és kapcsolatba tud kerülni a saját maga belső világával, a saját maga tudatalattiával, akkor a játékban résztvevők eldöntik, hogy szeretnének-e az ő csapatába kerülni, hogy ő elég hiteles embere ahhoz, hogy elfogadják őt egy vezetőnek, egy olyan személynek, akitől ők kaphatnak valamiféle útmutatást, iránymutatást, hogy abból a problémából, ami esetleg neki van, hogyan, mint tudnak kikerülni. Ugyanígy van egy olyan mező is a játékban, amikor nem csak játszásiból, hanem akár élesben is, mivel ha Facebookot nézzük, manapság már 7 évvel ezelőtt még nem nagyon volt az elfogadott, hogy valaki fogja a mobiltelefonját, és egy Facebook élőt azonnal közzétesz. Most pedig oda jutott a világ, de sajnos ez nem biztos, hogy előny, hanem sokszor inkább hátrány is, hogy annyi online tartalom van, hogy ki se tudunk igazodni benne, másrészt pedig nagyon-nagyon sok olyan online tartalom jelenik meg, ami inkább hátrányos az egyénre nézve, mint előnyös. És nekünk a Moksába az a célkitűzésünk, hogy ha már létezik ez a nagyon nagy online világ, akkor használjuk jóra. És akkor osszunk meg olyan tartalmat, ami jó szándékú, ami által minden embertársunk tud egy kicsit önmagán, egy kicsit segíteni, egy kicsit tud följebb menni. Nagyon-nagyon jó. És akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez egy önismereti tréningnek is megfelel, tanulásnak is megfelel, értékesítésnek is megfelel, és közösséget, és ismerkedésnek is lehet közösséget építeni. Így van, így van. Tehát, így van. És mennyi ideig tart körülbelül ez a játék? Hát, ez nagyon függ attól, hogy kik jönnek össze, meg a játékvezető hogyan vezeti a játékot. Lehet akár 4-5 óra hossza is, de szerintem tévesen
az emberek úgy értékelik, hogy alig-alig van idejük. Ez is téves, mert nagyon-nagyon sok időnk van, és saját magunknak kellene adni arra időt, igen, hogy akár egy kisebb közösségben is, hogy valóban odatartozónak érezzük magunkat, meg valóban kíváncsiak legyünk a másik embernek, és kíváncsi nem is jó szó, hanem szálljunk arra időt és energiát, hogy értő figyelemmel oda tudjunk egy másik emberre is figyelni, és oda tudjunk a másik ember problémájára is figyelni. De mivel az elmúlt 2 év, a pandémia, ez a bezárkózás, és nagyon-nagyon az a folyamat, hogy minden az online tér felé terelt, kényszerítette a tömegeket, a fiatalokat, a középkorúakat, de sajnos még az idősek nagy részét is. Ezért át lett mosva az agyunk központilag, és úgy érezzük, hogy semmire nincs időnk, és semmire nincsen türelmünk. Na, de egy kicsit nekünk is nyilván alkalmazkodni kell az embereknek a tűrőképességéhez, ezért lerövidítettük most 3 órára. És minden csütörtökön Budapesten az Intercity Hotelban. Ez lett volna a következő kérdés, igen, hogy hol lehet ezt a társasjátékot játszani. Délután 3-tól 6-ig van lehetősége minden érdeklődőnek odajönni, és megtudni többet. Igen, és beszéltünk arról is, hogy esetleg játékvezetőket is keresel. Hogy? Igen, nyilván, mert én egyedül nem tudok a Kárpát-medence 1%-ához, egyedül nem tudok eljutni se a termékemmel, se a játékkal, se a közösségépítéssel. És ha 1%-nyi embertömeg tudja azt, hogy a saját életéért kizárólag ő maga a felelős, a saját egészségéért, saját kapcsolatrendszeréért, saját anyagi boldogulásáért, ő maga a felelős, akkor én azt gondolom, hogy észre se vesszük, és ami a szlogenünk is, hogy béke, immunerősítés, nyugalom. Ez egy nagyon-nagyon magas energiaszint, ez a 600-as energiaszint. De ha össze tudunk fogni, és hogyha találunk értő embereket, akik nem lusták, mert nyilván aki csak odajön, és ha nagyon beteg, ha nagyon elesett, ha nagyon nagy problémája van, akkor nyilván nem várjuk el tőle, hogy ő segítsen másoknak. Mert segíteni csak az az ember tud, aki legalább magát annyira rendbe tette már, hogy korához képest jó egészségi állapotban van, jó anyagi helyzetben van, és nagyon kiegyensúlyozottan, békésen tud viselkedni. Jól működik az érzelmi intelligenciája is, és ha valaki ilyen személy, teljesen mindegy, hogy mi a foglalkozása, hogy mondjuk ő segédmunkás, vagy egy földműves, vagy egy mozdonyvezető, vagy mondjuk egy kórházigazgató főorvos, vagy mondjuk egy tévészemélyiség, vagy egy politikus, tehát az teljesen mindegy, hogy valakinek mi a foglalkozása, az is teljesen mindegy, hogy mit tanult idáig az életben. Egyetlen egy dolog a lényeg, aki lehet moksa társasjátékvezető, az, hogy jó szándékú legyen, és vagy bort igyon és bort prédikáljon, vagy vizet igyon és vizet prédikáljon, tehát legyen önazonos. Vagy mondhatnám úgy is, hogy amit belül gondol, érez és cselekszik, az legyen mindig szinkronban. Ezek nagyon-nagyon egyszerű dolognak tűnnek, de most ez a legnagyobb baj, hogy
nem tudtunk odáig sem eljutni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ember, hogy amit gondol, amit érez, amit cselekszik, ő azt egyáltalán föl tudná térképezni. Tehát azt sem tudjuk megfigyelni, annyira sem vagyunk tudatosak, és ezt mondom, ez teljesen mindegy, hogy kinek milyen a végzettsége vagy a beosztása. Azt sem tudjuk nagyon sokszor megfigyelni, hogy egyáltalán naponta, hogy mire gondolunk, hogy milyen gondolatok cikkáznak a fejünkben. És azt sem tudjuk megállapítani, hogy belül mit érzünk. Igen, tehát akkor a lényege az, hogy 3 hónapig, július végéig, minden csütörtökön, itt Pesten, az Intercity Hotelben lesz társasjáték 15-től 18 óráig. Igen, itt 100%, de remélem, hogy a jövő héttől már még 2-3 helyen lesz. Igen. Az országban, mert nem az a cél, hogy én egyedül járjak. Igen. Folyton Budapestre, hanem az a cél, hogy ebbe bátran bele tud más személy is kezdeni. Most teljesen ingyenes. Tehát bárki oda tud jönni, és akkor tud tájékozódni, és sőt, ebben a 2,5 hónapban is végig-végig ingyenesek lesznek ezek a játékok. Utána, hogy a munkatársak, akik nincsenek annyira jó anyagi helyzetben, hogy ezt teljesen ingyenesen tudják csinálni, hanem ők majd kérnek egy belépő díjat, ez elképzelhető, de itt Budapesten, az Intercity Hotelben itt ingyenes lesz. És hogyan lehet a Moksa közösséghez csatlakozni? Hát július 1-ével lesz meg az új szoftverünk, ami működni fog. Munkatársá fog válni másodikától kezdve, majd egy új domén, igen, egy új weboldalunk lesz. A mostani weboldalnál is be lehet regisztrálni, meg lehet nézni. Ha vásárol, most is úgy tudom, hogyha egy üvegcseppe, egy terméket vásárol valaki, akkor már munkatársá tud válni. Az más kérdés, hogy csak akkor kap jutalékot, hogyha erre megfelelő időt, energiát áldoz, és tényleg valóban dolgozik. Az új rendszerben is, ami július 1-től lesz, szintén egyetlen egy termék megvásárlásával is munkatársá válik, de ott is majd csak úgy tud jövedelemhez, rendszeres jövedelemhez jutni, hogyha ő erre majd valóban időt és energiát is szán, és hogy őnek is lesznek majd munkatársai. Ha valakinek anyagi problémái vannak, akkor gyakorlatilag ezzel pénzt is tud keresni. Igen, igen, nyilván ez így van kitalálva, mert 15 évvel ezelőtt, mikor én elkezdtem az egész Moksa küldetést, hál' Istennek nekem semmi egészségügyi problémám nem volt. Engem inkább az motivált, hogy megtanítani az embereket, hogy saját maguk életért ők maguk a felelősek, és hogy ne kintről soha semmilyen élethelyzetben ne azt várja az ember, hogy majd ő valahonnan kívülről valamit kap, hanem arra az egy dologra szerettem volna, pedig nem tudtam, hogy ilyen helyzetbe fogunk 15 év múlva kerülni, hogy ez mennyire nagyon fontossá fog válni, hogy az ember mindig meg tudja teremteni magának a saját, amire szüksége van. Tehát ezt szoktam, például a játékon is szoktam ilyen gondolatokról is szoktam beszélni, ha én vagyok a játékvezető, hogy legalább részben tudjunk önellátók, önfenntartók lenni, mert például most, ami nagyon aktuális, hogy ijeszgetnek itt bennünket reggeltől estig az élelmiszer hiánnyal. Na most azonnal kivonjuk a szelet a vitorlából, hogyha annyira rátermettek vagyunk, hogy mondjuk már évek óta van egy olyan területünk, ahol ha nem is mindent, de arra, amire az étkezéshez szükségünk van, annak mondjuk legalább ha felét meg tudjuk termelni, termeszteni,
És mondjuk van egy jó pár barátunk, ismerősünk, van olyan összetartó közösségünk, akivel ki is tudjuk cserélni, mert ők termesztik ezt, én termesztem azt, és akkor azonnal nem kell szorongani és félni, nem kell egy forint se ahhoz, vagy egy euró, vagy egy dollár sem kell ahhoz, hogy például abszolút ne halljunk ilyen. És hogyha én tudom azt, hát tovább is tudnék menni, tehát nem is biztos, hogy kell termeszteni, mert ha ismernénk az ehető vadon termő növényeket, meg a gyógynövényeket ismernénk, akkor még fáradtságos munkával még termeszteni se kellene. Vagy hogyha eljutottunk volna már odáig gondolatban, hogy legyen legalább egy nagy portánk, egy nagy falusi, vidéki udvar, kert, és akkor, ha ott a józanparaszti eszünkre hallgatva már belekezdtünk volna, és ez nem visszalépés, ez az előrelépés, tehát gyakorlatilag ez abszolút nem visszalépés. És ezeket a gondolatokat, meg ezt az ösztönzést, hogy kezdjük el másképpen szemlélni magunkat, meg a világunkat, ezt szeretnénk játékos formában, meg a moksában, ezt szeretnénk képviselni, ezt szeretnénk továbbadni. Hát a következő kérdésem az lett volna, hogy milyen hasznos tanácsokat tudsz mondani, de szerintem te most mindent elmondtál, hogy mire figyeljünk oda, és úgy gondolom, hogy mindenki kezdje el, mert amiben most vagyunk, azt gyakorlatilag mi teremtettük. Ezt kell megérteni mindenkinek. Én nem tudom, Ilonának esetleg még van-e valami mondani valója. Mennyi időnk van még? Hát még 2 percünk van. Na megint csak 2 perc van. Igen, olyan gyorsan elmegy az idő. Hát igen. Igen. Tehát azért nem lehet ezeket a dolgokat 5 másodperchez sportba itt-ott hirdetni, mert ez a termék is különleges, tehát a termék is meg tudja változtatni az ember lelkét, harmonizálni tudja, egyensúlyba tudja hozni az egész belső világunkat. Tehát önmagunkhoz képest egy kicsit följebb tudunk kerülni, hogyha 1 deciliter vízbe 8 cseppet beleteszünk, és reggel étkezés előtt elfogyasztjuk. De ugyanennyire fontos maga ez a közösség, meg a játék, meg a küldetés, meg az együtt gondolkodás, meg a személyes, igen, tehát a személyes kapcsolat. Én pozitív vagyok, én azt gondolom, hogy aranykor fog most következni, ha nem is az egész földön, de én a Kárpát-medencében úgy gondolom, hogy mi annyira nagyon tehetséges nép vagyunk különben, hogy meg tudjuk fogni, meg tudjuk teremteni a földi paradicsomot itt a Kárpát-medencében, de személyes kapcsolatok nélkül nem megy. Igen, igen. Hát úgy gondolom, hogy lassan lejár az időnk. Szeretném megköszönni Ilonának, hogy befáradt a stúdióba és elmondta ezeket a nagyon hasznos dolgokat. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a nézőknek is, hogy figyelnek ránk. Köszönjük szépen, a viszontlátásra!